Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem tartsanak velünk és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. A rendkívüli szárazság és a magas hőmérséklet is befolyásolja, hogy Kistelek környékén is egyre több tűzesethez riasztják a hivatásos és önkéntes tűzoltókat idén nyáron. Az elmúlt napokban több esethez a Kisteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület is kivonult. Ezek szerencsére csak anyagi kárral jártak. Az egész országot sújtó kánikula miatt a hatóság 2024. július 11-től Magyarország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendelt el. A hatalmas hőség és az aszály miatt egyre több tűzeset van Kisteleken és környékén is. Legutóbb július 12-én volt egy nagyobb tűzeset a környéken. Mit lehet erről tudni? Jó magam a Kisteleki Önkéntesek kettes szerével, ez az Amaruk, ahogy sokan már ismerik, meg látják. Bejöttem egyrészt üzemanyagot vételezni, másrészt meg frissítőt, kávét, stb. Venni magamhoz, hogy kiviszem a káresethez, hiszen ott még mindig akkor lehetett tudni, hogy legalább egy 2 órás munka van. És épp itt voltam a központban, amikor jött az újabb riasztás, hogy a kábelgyár mögött egy bálázó, illetve a környezete kigyulladt. És akkor ilyenkor, hogy szokott lenni, műveletirányítással a rádión egyeztettem, elindultam a helyszínre, és így első kiérkező egységként szembesültem azzal, hogy viszonylag komoly a probléma. Hát itt nem csak a bálázó és a közvetlen környezete, hanem mögött területen még az aljnövényzet, a parló, bálák, egy trágyaratás, és hát egy tanyát viszonylag. Komolyan veszélyeztet a tűz, de távolabbi tanyák is veszélybe lehetnek. Szerencsére a balássai önkéntesek is, akik egyébként ugyanúgy ott dolgoztak, már akkor 5 óra hosszát a balássai tűzesetnél, visszajöttek az állomáshelyükre, de még rádió közelben voltak, hallották az esetet, és úgy döntöttek, hogy akkor átjönnek segíteni. És mivel ugye a Kisteleki hivatásosok kim voltak a balássai tűznél, ezért a művelet irányítás a Majsai hivatásos tűzoltókat irányította a helyszínre, csak nekik ugye hosszabb a kiérkezési idő, ezért is van ilyenkor nagy jelentőség annak, hogy itt a közelben körbe vagyunk véve viszonylag jó önkéntes tűzoltó egyesületekkel, aktív egyesületekkel, akik ha baj van, akkor tényleg indulnak. És ennél az esetnél is nagyon fontos volt, hogy 2 önkéntes egység, a Kisteleki és a Balássai pár percen belül helyszínen volt, és ez a 2 egység a jelenlévő erőgépek tárcsák segítségével körül tudták határolni a tüzet, tehát a továbbterjedés megakadályozásra került. Sajnos ilyenkor a bálázó az már így is úgy is kuka. Tehát amikor mi kiérkeztünk, akkor már teljes terjedelmében égett, az gyakorlatilag fölösleges volt oltanunk, mert megvédeni, megúvni már úgyse tudtuk volna. Ilyenkor inkább arra koncentrálunk, hogy ne terjedjen tovább a tűz, és további vagyon tárgyak ne legyenek veszélyben. Majd amikor aztán megérkeztek a Majsai hivatásos tűzoltók, még további erőgépek jöttek helyszínre segíteni, így azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan sikerült ezt a tüzet eloltani véglegesen, de ehhez kellettek a bajban összezáró traktorosok, akik a társuk, illetve a környező ingatlan tulajdonosok segítségére siettek, illetve, amit az előbb is mondtam, kellettek az aktív és mozdítható és mozduló önkéntes tűzoltók is. Szerencsénk van, tehát én azt gondolom, hogy sokan nincsenek is tisztában azzal, hogy itt azért a Kisterek vonzás körzetében ugye a Balástyán 2 önkéntes egyesület, aktívak, ugye itt a Kisteleki, Csengelén is van egy jó, illetve Bakson. És így a mi térségünknek a lefedettsége abban az esetben is egész jó, hogyha a hivatásos tűzoltóink éppen máshol dolgoznak. Ugye szokták tőlem kérdezni, hogy miért a Majsaiak, miért a félegyháziak vannak itt. Hát azért, mert hogyha mi hivatásosaink valahol dolgoznak egy másik káresetnél, szét vannak szerelve, dolgoznak, akkor ők nem fognak tudni onnan eljönni, nem is lehet őket onnan elriasztani, hát ők az előző káresetnél vannak, ott azt kell befejezniük. Ilyen esetben ugye mindig távolabbról fog érkezni a segítség, viszont ott meg hosszabb a vonulási idő. De azért, akik tudják azt, hogy 2014 óta van őrs, azt is tudják, hogy milyen volt előtte, amikor Szegedről meg Félegyházáról jöttek alapból a tűzoltók, tehát nem volt helyben hivatásos egység, hát akkor ugye még nagyobb tüzek voltak, még jobban elterjedtek a tüzek, főleg ilyen időszakban, és hát nagyobb lett a vagyoni kár a tűz végleges eloltása után,
és akkor még nem volt aktív Kisteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület sem. Szóval szerintem itt a környék összetelti a két kezét mentő- és tűzvédelmi szempontból, mert tényleg perceken belül reagálunk, és ezek mind nagyon fontosak, amikor arról van szó, hogy egyrészt az élet megóvása, illetve hát ha azon túl vagyunk, és az rendben van, akkor pedig a vagyontárgyak megóvása miatt nagyon nem mindegy, hogy 5-10 vagy 15 perc telik el, főleg ilyen időszakban, amikor ekkora szárazság. 2024. július 11-től országos tűzgyújtási tilalom lépett érvényben. Milyen tűzgyújtási szabályok vonatkoznak Magyarországon jelenleg? Nagyon fontos, hogy a tűzgyújtási tilalom ideje alatt, ami egyébként igen jelenleg, sőt már több hete érvényben van Kistelek területén is, tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban, és az 1200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon is, ez nagyon fontos szabály. Ideértendők egyébként a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, tehát ez azt jelenti, hogy még esetlegesen az erdőkben vagy a parkokban kijelölt tűzrakóhelyeken sem gyújthatunk tüzet. Ide tartozik a vasút és a közútmenti fásítások területe, de ilyenkor ebben az időszakban tilos a párlag és a gazégetés. Otthon grillezni, illetve bográcsozni hogyan lehet? Sokszor hangzik el a kérdés, hogy a tűzgyújtási tilalom ideje alatt lehet-e a saját ingatlanunkon belül sütni, főzni, bográcsozni? Természetesen lehet. De arra kérünk mindenkit, hogyha otthon sütünk, főzünk a kertünkben, akkor amikor vége van a főzésnek, akkor mindig maradéktalanul oltsuk el a tüzet, ne hagyjuk felügyelet nélkül. Több olyan tűzeset volt az elmúlt időszakban is már, amikor az otthoni sütés főzésből volt probléma, illetve hogyha hirtelen az időjárásban változásána be, például erős szél támad fel, akkor mindig gondoskodjunk arról, hogy legyen a kezünk ügyében oltásra alkalmas eszköz. Július 1-től ismét igényelhetőek a lakossági ledízzók. Azonban most csak olyan lakosok pályázhatnak, akik még ezt nem tették meg korábban, illetve nem rendelkeznek napelemmel sem. Stábunknak Gyenes Zsolt, az önkormányzat munkatársa osztott meg hasznos információkat a programról, illetve a regisztrációról. Elindult a második ledízzó csereprogram itt Kisteleken. Kik regisztrálhatnak erre? Bárki regisztrálhat, annyi a feltétel, hogy azok a háztartások, akik már az előző fordulóban részt vettek, ők most ebből a körből kimaradnak biztosan. A regisztráció pedig annak a nevére kell, hogy megvalósuljon, akinek a nevére érkezik a villanyszámla. Már július 1-től lehet regisztrálni. Hogyan működik a regisztráció? A regisztráció az roppant egyszerű. A www.lecsere.hu oldalt kell felkeresni, ott el kell fogadni az adatkezelési tájékoztatót, majd egy 5 oldalból álló regisztrációs felületen kell kitölteni az adatokat, illetve feltölteni a villanyszámlát. Meddig lehet még regisztrálni? Július 1-ével indult, ugye, és egy hónap áll rendelkezésre, tehát július 31-e az utolsó nap, amikor még lehet regisztrálni. Várhatóan mikor oszthatják ki ezeket a ledízzókat? Az előző tapasztalat alapján a záró dátum, tehát július 31-e, onnantól számítva nagyjából 4 hónap, amit várakozni kell. Mennyi izzót kaphat egy-egy háztartás? Mitől függ, hogy mennyi izzótra pályázhatnak? Ez a villanyszámlán található fogyasztás alapján lesz meghatározva. Abból indulnak ki, hogy a villanyszámlának nagyjából 30%-a lehet az, amit világításra fordítanak a háztartások, és ez alapján számolják ki, hogy hány darab jár, illetve abból, hogy alapból hány darab izzó van megadva a háztartásnál a regisztráció során. Tehát ennek a kettőnek az eredője fogja adni. Hát a legtöbb az talán 30 izzó volt, amit egy háztartás kapott. Volt olyan, aki csak 5-öt, tehát olyan átlag 15 izzóval igencsak számolhat egy átlag családi ház. Mennyi energiát spórolhat meg az, aki már ezeket az új izzókat használja? Jelentős spórolást lehet ezekkel az izzókkal elérni, csak viszonyításképpen egy olyan izzó, amelyik 100 wattos, tehát az a fényerő, amit egy 100 wattos izzó ad, egy ugyanolyan fényerejű ledizzó mindösszesen 12 wattot fogyaszt. Tehát ebből könnyen kiszámolható, hogy jelentős spórolást lehet elérni egy 8-10 izzóval.
akkor elmondhatjuk, hogy ez a ledízzó program, illetve a ledízzó csere nagy segítség lehet itt Kisteleken a háztartásoknak. Igen, tehát tízezrekbe is lehet mérni azt az összeget, amit megspórolhatnak éves szinten. Van-e létszámkorlát a regisztráció során? A háztartások számát tekintve nincs létszámkorlát. Legutóbb is 106 háztartás vett részt a programban, szóval nyugodtan regisztrálhat mindenki. Idén nyáron is várja a gyermekeket a Kincses-sziget nyári tábora. Az egyhetes tábor sok-sok színes, izgalmas programot tartogat, amelyet Borbola Beatrix Borbála, a tábor szervezője osztott meg stábunkkal. Idén nyáron is táborral készül a Kincses-sziget játszóház. Milyen tábor ez pontosan? Igen, második alkalommal próbáljuk megszervezni a kincskereső táborunkat, ami tavaly is nagy sikert aratott, mert a tavalyi jelentkezők közül, vagy résztvevők közül szinte mindenki jelentkezett újra. Három tábort szerettünk volna rendezni, de most, hogy az iskola kicsit kitolódott júniusba, így a júniusi táborunkat nem tartottuk meg, csak júliusba és augusztusba beszorítjuk a három hetet. A programjaink először hétfőn ismerkedni fogunk, aztán kimegyünk a parkba, elkezdünk egy picit biciklizni, megtanítjuk, akik nem tudnak véletlenül. Nagyon segítőkészek a többiek is. Utána elmegyünk a házunkhoz, a Munkácsi utcába, ott egész napos programok vannak majd a hét folyamán. Strand, vagy medencézünk, vízibombázunk. Nagy sikert aratott tavaly az aranymosásunk, úgyhogy idén is újra belerakjuk a programba. Milyen programok várják majd az ide látogatókat? El szeretnénk menni Kistelekről egy állatsimogatóba, vagy vadasparkba. Gokárdozni is gondoltunk, csak nem olyan, a táborunkban a gyerkőcök nem mindenki érje a 150 centit, aztán az lehet, hogy kimarad idén. A hét többi napján különböző programokkal kedveskedünk a gyerekeknek. Kik jelentkezhetnek a táborba? Lehet még jelentkezni? Vannak még szabad helyek? Az első táborunkban van még szabad hely, a júli 15-től 19-ig, egy három helyünk maradt körülbelül. 3-tól 8 éves korig jelentkezhetnek a gyerekek, háromszoros étkezést kapnak, reggeli, ebéd, uzsonna, alvási lehetőségekkel a kisebbeknek. Próbáltuk úgy szervezni a táborunkat, hogy az óvodát is néztük, hogy mikor van zárva, hogy a szülőket is így is könnyítjük, hogy el tudják helyezni a gyerekeket. Hogyan készüljenek a szülők, mit kell magukkal hozniuk a gyermekeknek? Nagyon fontos a baseball sapka, mert sokat fogunk azért kint is lenni, biciklizni vagy tekeregni Kisteleken. Kulacs, fürdőruha, ami nagyon fontos. Mást annyira nem, mert mindent próbálunk megszervezni, hogy itt legyen helybe. Kicsit visszatérve még ide a programokra, melyek azok a színes programok, amelyeket nagyon szeretnek a gyermekek? Az aranymosás nagyon nagy sikere volt, vízibombáztunk rengeteget, a medencézés az nagyon jó. Megpróbáltuk Kistelek utcáit földeríteni, kimentünk a skateparkba biciklizni, a vásártérre, ott is nagyon élvezték a teret. Akkor idén próbálunk majd azért Balástjára, vagy kicsit hosszabb programokat is szervezni, attól függ, hogy mekkorák a gyerkőcök, de azért föl vagyunk készülve gyerekülése is, aki nem akar tekerni, fölrakjuk hátra és mehetünk is. Július 21-én 17 órától a magyar Continental Singers Contini csoportjának zenenyelvén hirdetett evangéliumát hallgathatják meg az érdeklődők a kisteleki Szent István katolikus templomban. Az ingyenes koncertről Fehérné Németh Klára osztott meg fontos információkat stábunkkal. Magyar Continental Singers Contini csapata érkezik 2024. július 21-én 5 órakor Kistelekre a katolikus templomban. Mit lehet tudni róluk? Azt lehet tudni róluk, hogy ők nagyon elhivatott fiatal emberek, fiatal fiúk, lányok, akiknek az a szívének a vágya, hogy egy hetet rászánjanak a szabadidejükből, illetve pontosabban több időt is, ez csak ez a koncert, amit a közönség láthat, az egy hét, amit ők találkoznak velük, de egy több időt rászánnak arra, hogy tulajdonképpen a zene nyelvén tolmácsolják az emberek felé az evangéliumnak az örömhírét, az üzenetét, és egy nagyon látványos és nagyon fiatalos lendületű előadást szoktak mindig hozni magukkal. Minden évben valami más témát ragadnak meg, más a fő mottójuk. Az idén az lesz a fő mottójuk, hogy kövess engem.
És ezzel kapcsolatban szeretnénk invitálni minden embert, aki itt ebben a városban él, kortól függetlenül, egészen a tinédzser kortól, vagy még a legkisebbektől, egészen a 99 éves felnőttig, hogy jöjjenek el és nézzék meg őket, mert úgy gondolom, hogy érdemes időt szállni erre az estére, mert az mellett, hogy látványos, az mellett, hogy szórakoztató, lelki üzenete is van az emberek felé. Fiatalok egy országos turné keretein belül látogatnak Kistelekre. Mekkora jelentősége van ennek? Azt gondolom, hogy nagyon követendőnek tartom a mai világban azt, hogy a fiatalok elköteleződnek egy ilyen jó ügy mellett, mert olyan sokféle dolog van, ami viszi a fiatalokat minden irányba az életbe, de azt gondolom, hogy akinek van már tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy milyen a Jóistennek az útján járni, és ezt megtapasztalta, és ennek az örömét át szeretni adni, az mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog. És azért is gondolom, hogy a fiataloknak tudják leginkább átadni azt az üzenetet, azokat a dalokon keresztül, a gondolataikat, érzéseiket az ő korosztályuknak, mert ők hasonlóan gondolkodnak egymással, de a felnőttek is tehát élvezhetik ezt a programot, tehát azt gondolom, hogy mindenkinek itt helye van. Nem először járnak ők Kisteleken. Mekkora sikereik voltak itt az elmúlt években? Hát a sikert én abban a függvényében tudnám egy kicsit mérni, hogy ugye most kétszer volt már Kontini koncert Kisteleken, ez a harmadik évünk, amire most készülünk. Az én szememben az a siker, hogy akik az elmúlt években részesei voltak nézőként ennek az eseménynek, azok visszavágynak és újra várják ezt az eseményt. Sőt, most már ott tartunk, hogy nem csak azokra számíthatok a szervezési feladatok elkészítésében, akik korábban már bekapcsolódtak, hanem új emberek jönnek előre. És én azt gondolom, hogy ez mindenképpen az értékmérője annak, hogy ennek van jövője, ennek a koncertnek, és van üzennivalója az emberek felé évről évre, hogyha ebben kapunk segítséget, már pedig mindig vannak segítőtársaink. Miért is fontos ez, hogy a fiatalokat így bevonjuk? Azért, mert szerintem kell a fiataloknak is egyfajta útmutatás az életükre, hogy amit ők már megtapasztaltak abból, hogy milyen, amikor van segítség az ember életében, azt tovább tudják adni, de azt gondolom, hogy ez nem csak a fiataloknak a dolga, hanem minden keresztény embernek. Akinek van valamilyen Isten élménye, vagy Isten tapasztalata, az ne őrizze meg magának ezt a dolgot, hanem adja tovább. Legyen egy mécses ott abban a környezetben, ahol él, legyen akár abban a városban, ahol lakik, vagy abban a környezetben, abban a millióben, ahol van, hogy ne csak magának őrizze meg ezt, hanem tovább tudja adni, másokat is tudjon bátorítani, építeni, hogy mert olyan sokszor olyan helyzeteket produkál az élet, amit az ember saját magából, a saját akaratából nem tud megoldani. De hogyha tudja, hogy van valaki, akihez fohászkodhat, akire gondol, az segíteni fogja őt, akkor ez azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenet, amit mindenkinek hallania kell. Mert előbb-utóbb egyszer mindenkinek van egy olyan keresztútja, egy életútja, amikor találkozhat a Jóistennel, és azt gondolom, hogy ez egy olyan találkozási lehetőség, amikor lehet, hogy éppen amikor eddig elment mellette, most egy megszólítást kap, hogy figyeljen oda arra, hogy valaki szereti őt, és hogy valakinek fontos. Kinek ajánlaná ezt a vasárnap délutáni koncertet? Mindenkinek, akiben van valamilyen vágy arra, hogy akár a zenét szereti, akkor a zenének a nyelvét meghallgatva, vagy ha csak az üzenet, a lelki üzenetet szeretné meghallani, akkor azt hallja meg. Mindenki egyszer azt mondom, hogy próbálja ki, nézze meg, hogy neki ez közel áll, ez hozzá vonzódik ehhez a világhoz, és döntse el maga utána az a szabadság alapján, hogy akar-e ezen az úton menni, vagy akar-e esetleg ebből többet kapni, vagy pedig számára ez nem elfogadható. Ez legyen mindenkinek a szabadsága. Kiknek köszönhetjük ezt a vasárnap délutáni koncertet? Hát leginkább a helyszín szempontjából Imre atyának, aki a helyszínt biztosítja számunkra, hogy a templomba eljöhetünk, de ugyanúgy segíti őt Harmat Józsi is, aki a munkánkban részes. De én külön szeretném kiemelni, hogyha most nem is név szerint két csapattársamat, akik azt gondolom, hogy nagyon hiteles emberek, mert amikor valaki a hitnek az útján jár, akkor történnek vele az életében olyan dolgok is, amik sokszor megmérik az ő hitét.
megmérik, hogy tényleg tud-e akkor is hűséges lenni az Istenhez, amikor olyan próbatételeken megy keresztül, amik emberileg úgy gondolom, hogy szinte talán nem is lehet földolgozni. De az én csapattársaim azok olyan emberek, akikre lehet számítani. És akik mellém állnak akkor is, amikor tudják, hogy nehézségeken megyek én is keresztül, és odaadják az idejüket, odaadják a anyagilag is támogatnak ebben. És azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy tényleg az ember, hogyha gyakorolja a hitét, akkor olyan életet éljen, hogy hűséges tudjon maradni, akkor is, amikor jó dolgok történnek az életében, de akkor is, amikor nem. És azért én nagyon büszke vagyok rájuk. Csak tudom, hogy nem biztos erőnek annak, hogyha népszerűt említeném az életüket, ezért ezt most inkább nem fedném föl, de szeretném üzenni mindenkinek, aki ebben a városban ez a koncerten részt vesz, hogy ilyen hűtő emberekre van szükség, azt gondolom, mint amilyenek ők is, akik mellettem vannak. Köszönöm. Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben ellátogatunk a kisteleki nyári ruha bőrzére, új tánclépésekkel ismerkedhetnek meg a ProArt Elit Tánc Akadémia nyári táborában, és betekintést nyerhetnek a Szatymazi Őszi Barac Fesztivál és Falunap ünnepi műsorába is. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!